Az események Gyurica Béla vezérezredes emléktáblájának koszorúzásával kezdődtek, majd elindultak a megemlékezések a Pákos-Csukorói csata 163. évfordulója alkalmából a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Példaértékű ez a hely, nemzeti emlékhely. Mint a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára dr. Simicsko István mondta, 13. alkalommal gyűlnek össze ezen a példaértékű helyen az ország minden részéről magyarok. A Magyar Honvédség bölcsőjének tekinthető Pákozd. A szabadságharc idején a honvédelem a nemzet ügye volt, és ma is az kell, hogy legyen, hiszen a nemzeti identitást, a hazaszeretetet erősíti. Pákozdi emlékhely békében tehet azért sokat, hogy a honvédelem, a hazavédelme nemzeti ügy legyen. A megemlékezésen a Honvédség és Társadalom baráti kör elnöke dr. Cserpalkovics András a nemrégiben elkészült katonai emlékparkot méltatta, ám hangsúlyozta, a munkának nincs vége, új tettek váratnak magukra, mindehhez pedig szükség van összefogásra és hazaszeretetre. Ez az emlékhely, ami remélhetőleg hamarosan törvénybe is nemzeti emlékhelyként fordul be, arról szól, hogy nem feledtük el őseinket, nem felejtettük el őseinket. A 163. évforduló alkalmából avatták fel Móga János altábornagy szobrát a Katonai Emlékparkban. A megyei közgyűlés elnöke Varga Tamás hangsúlyozta, kötelessége mindenkinek emléket állítani a szabadságharc hősei előtt. Ez a Móga szobor tanúságot és példát állít a jelen számára, ám ez az avatás csak az első lépés. A jövőben szeretnének a pákozdi csatában küzdő vitézeknek is emléket állítani. Közösen tervezzük, hogy nem csak Móga tábornok, hanem a Pákozdi csatában jeleskedő vitézek is itt ebben a katonai emlékparkban szobrot, emlékkopjafát kapjanak a jövőben. A szoboravatást követően koszorúzták meg a szabadságharc emlékművét, ezt követően pedig a fehérvári huszárok tisztelettek a Pákos-Csukorói csatában a hazáért életüket adó hősök előtt.